20 hónapja folyamatosan növekszik a születések száma, és a kormány a jövőben is mindent megkívánt tenni azért, hogy ez a pozitív trend folytatódjon. Tudtuk meg az Emberi Erőforrások Minisztérium által tartott sajtótájékoztatón, a Szent Imre Kórházban május 3-án, anyák napján. Fűrész Tünde, az EMI család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkára elmondta, Magyarország családbarát ország, ezért nem csak anyagiakban, szimbolikus gesztusokban is fontos kifejezni az édesanyák megbecsülését. A szülészet az, ahol nem csak a gyermekek születnek meg, hanem az édesanyák is megszületnek, hiszen itt válnak újdonsült anyukákká, vagy két gyermekes, három vagy akár több gyermekes anyukákká. Ezért nagyon fontos, hogy minél családbarátabb és bababarátabb módon tudjanak életet adni a gyermeküknek az édesanyák. Tájékoztatása szerint az elmúlt évben 3,2%-kal nőtt a születések száma. Felidézte a kormány eddigi családpolitikai intézkedéseit, többek között a gyedextráról és a családi adó- és járulékkedvezményekről beszélt, melynek köszönhetően mintegy 240 milliárd maradt a családoknál. A kedvezményeket nagyobb részt 54%-ban anyák vették igénybe. Tavaly mintegy 30 ezer anya tudott úgy munkát vállalni gyermeke egy éves kora után, hogy közben nem vesztette el a gyermek után járó ellátást sem. A munkahelyvédelmi akcióprogram keretében pedig több mint 40 ezer anya után vehettek fel járulékkedvezményt a munkáltatók. Királynóra alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy Újbuda családbarát önkormányzat, és ebben a városrészben évről évre egyre több gyermek születik. Az elmúlt 5 évben több mint 400 óvodai férőhelyet hoztunk létre, de így is minden csoport maximális létszámmal működik. A bölcsődei férőhelyeket úgy tudjuk bővíteni, hogy megállapodást kötöttünk kerületi családi napközikkel, és támogatjuk azokat a családokat, akik fizetnek azért, hogy tehermentesítsék a kerületi állami önkormányzati fenntartású bölcsödéket. Az elmúlt 4 évben több mint 1 milliárd forintot költött az önkormányzat játszóterek felújítására, és nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy pár éven belül létrehozzanak egy gyermekegészségügyi centrumot, amely lefedné a teljes budai régió ellátását. Fejérdi Zsófia, a kismamáknak a kórházakban babaápolási kezdőcsomagot nyújtó Promobox ügyvezetője elmondta, hogy ők is érzékelik a gyermekvállalási kedv erősödését. Így a születésszámok növekedésének köszönhetően már 25.376 doboz került kiszállításra a kórházakba, ami az előző évek első negyed évéhez képest egy nagyon szép javuló tendenciát és egy növekedést mutat. A sajtótájékoztatót követően egy kis meglepetés csomagot vehettek át a kórház újdonsült édesanyái. Királynóra az önkormányzat nevében pedig virággal köszöntötte őket.